kell beszélni, tehát ezt rögtön mondta nekem, hogy ettől függetlenül semmi gond, természetesen a jövő héten találkozunk Jani bácsival. Mit tud a magyar mezőnyről? Sokat nem, meg kell mondjam. Amit a barátaimon keresztül és az a kis újságon keresztül kapcsolat, ami Németországba kaptam, de szerintem nem ez a döntő most ebben a pillanatban, hanem az, hogy valaki jön, akinek van szakértelme és aki akar dolgozni. És a ferencvárosi játékosokról mit tud egyáltalán, a csapatot látta már játszani? Nem, az utóbbi időben nem láttam játszani, de még egyszer hangsúlyozom, hogy szükségem van egy olyan csapatra, akik szívesen dolgoznak, és van lesz egy olyan edzőjük, aki szívesen dolgozik, és szerintem elég kell ahhoz legyen jelen pillanatban, hogy mindenki a szerződéssel elégedett legyen. Sokan mondják, több kolléga is, hogy ugye a magyar futball langyos víz, és hogy nagyon nehéz lehet egy ilyen futballba beilleszkedni német szemlélettel. Szerintem, hogyha az edző jó példával elől fut, és megmutatja, hogy ő is akaratos, akar nyerni, ez valamikor előbb-utóbb a játékosokra is ráragad. Varga Zoltán 1961 és 68 között játszott Magyarországon, ez alatt az idő alatt a Ferencvárosban 234 NB1-es mérkőzésen 85 gólt lőtt, négyszeres bajnok 7 év alatt, VVK győztes és a válogatottban 12 alkalommal szerepelt EB bronzérmes és 1964 olimpiai bajnoka. Ennyit ajánlásként és a többi hónap a Stadler ellen, illetve a Ferencváros további mérkőzésein. Ferencet szerelik, de semmi baj, ott van Milovanovic. Nincs les, gólhelyzet, be kellene rugni, és gól! Vezet a Ferencváros, Zavadszky a góllövő. Az első Fradi Olimpiákos meccset megnézte valahogy videóról? Kétszer láttam tévén, most az két órát aludtam emiatt pont, mert éjszaka tudtam csak megnézni, úgyhogy jó csapat lehet látni, de viszont jó lehet ellenük játszani. Mit ért az alatt, hogy jól lehet ellenük játszani? Jól lehet taktikailag beállni a fiúknak, megmondani, mit kell csinálni, és ez a lényege, amit a csapatomtól megkövetelek, hogy ha hibát csinálnak, én megbocsátom a hibát a meccsen és az edzésen is, de a lényeg az, hogy azt csinálnak, amit én akarok. Mennyit változott két hét alatt a Fradi? Hát azt hiszem nem sokat, mert ugyanazok a játékosok vannak, mint akik voltak. Hát remélem, hogy a szemléletünkben egy kicsit profibbak lettünk, és leszünk is. Új edző van, új elképzelések. Én úgy érzem, hogy ezek az elképzelések, ezek közelebb állnak hozzánk. Profibb szemlélet van, például sokkal többet edzünk, de ezekre az edzésekre mégis szívesen jövünk ki. Edzünk például a meccs után, ami eddig abszolút nem volt szokás, és mégis vasárnap kijön mindenki, és nagyon szívesen edz. Akkor van olyan, hogy azt mondta például a mester, hogy nem lesz edzés pénteken, erre 9-en kijöttünk úgy magunktól, és akkor ugye csináltunk egy nagyon jó edzést. Mióta itt vagyok, háromszor nyertünk, és az utolsó meccsen, különösen a második félidőben nagyon meg voltam a játéka is elégedve. Sokat futottak a fiúk, sok gólhelyzet volt, és 2-0-ra nyertünk, és amit én nagyon fontosnak tartok, hogy 0-ra játszottunk. Most már 3 meccsen 2-szer 0-ra játszott a csapat, és ez volt az alap, ezt mondtam, amikor idejöttem, itt először rendet kell teremteni a csapaton belül. Olyan értelemben a taktika szempontjából, hogy ne kapjunk annyi gólt, amikor jöttem és láttam, hogy 9 bekapott gól van, gondoltam ezen segíteni kell. Ha most is 0-ra játszanak, ha nem kapnak gólt, akkor tovább visz a csapat. A játékosoknak meg is fogom mondani, hogy a hátvédeknek úgy kell játszani, hogy 0-ra játszunk. Úgyhogy most ez esetben természetesen az elég lenne. Nagy Norbert, Natalán, Zavadszky, Horváth, kifejelik előle, de még ott van Arany, lőni lehet. Jó is, gól! Bomba gól! Azt gondolom, hogy ha egy gólt rúgunk, akkor szinte biztos, hogy tovább jutunk, mert pedig most a csapat leggólerősebb játékosa te vagy. Hát ilyet nem szabad kijelenteni, hogy egy gól, mert itt könnyen kaptak már 4-et is, 5-öt is, úgyhogy szerintem 2-3-on kellene, és akkor már biztos lenne, igen. Nem nagyon vértem még ennyi néző előtt, de végülis engem mindenféleképpen dopingol a jó hangulat, úgyhogy abszolút nem félek tőle, sőt várom azt, és nagyon örülök neki, hogy ennyi néző lesz. Az első válogatott meccsemen Törökországban, nem tudom, azt hiszem 70-ezen voltak. Úgy érzem, hogy én nem félek ezektől a bekiabálásoktól, vagy az ellenünk szurkolástól. Egy sportembernek szerintem ott kell megmutatni, hogy amikor tényleg sokan ellene szurkolnak, hogy milyen ember.
Én azt hiszem, hogyha ugyanazt az egységes játékot játszuk, amit például legutóbb a bajnoki mérkőzésen a Haladás ellen, ahol tulajdonképpen egyetlen egy lövést kellett hárítanom, azt hiszem, hogy nem nagyon sok helyzetük lesz. Én nagyon bízom abban, hogy nagyon szoros mérkőzést fogunk játszani, még esetleg a beleférel is egy-egy gólos vereséget szenvedünk, de én érzem ebben a csapatban, hogy van annyi, hogy tovább jussunk. Lehet mondani, hogy ez lesz életed legfontosabb meccse? Hát én azért még remélem, hogy mondjuk az UEFA kupa döntő az még fontosabb lesz. Senki, mert nincs már mérkőzés sem, csupán továbbjutás. Arra lehetett számítani, hogy ez egy minden szempontból meleg meccs lesz, az is volt, hiszen nagyon jó időben, nagyon-nagyon sportszerűen szurkolva a ferencvárosi tábor, és nagyon jól játszva a Ferencváros, gyakorlatilag pillanatnyi kétséget sem hagyott afelől, hogy melyik együttes jut az UEFA kupában. A második fordulóba, hiszen Mirjusza révén már mi vezettünk, Ivics ezt ugyan egyenlítette. A második félidőben úgy érzem, hogy Limperger gólja után minden eldőlt, Szapanica cserember ugyan egyenlített, de így is 2-2, egy fegyelmezetten, taktikusan, és néhol kifejezetten jól játszó Ferencváros. Végül is a vártnál én úgy érzem, sokkal könnyedebben, jobb játékkal biztosította helyét a második fordulóban. Thank you.